Eredményesen működik a felnőtt oktatás a Berguszláv szakképzőiskolában Kapuváron. Nagyné Szabó Nikoletta igazgató elmondta, a pék cukrász képzés mellett festőmázoló, tapétázó és eladó szakmákat is oktatnak. Ebben a tanévben nagyon magas a felnőtt oktatásban résztvevőknek a száma. Szeptemberben indítottuk a már hagyományosnak mondható pék cukrász képzésünket, több mint 20 tanulóval, és idén először keresztfél évben más képzésekkel is próbálkoztunk, és két szakmai képzésünk indult el februári kezdéssel, a festőmázoló, tapétázó, illetve a kereskedelmi értékesítő, közkeletűen az eladó szakma az, amit elindítottunk, mindenhol közel 20 fős létszámmal dolgoznak a kollégák. Milyen a korösszetétel? A rendkívül változó, a 20-as évektől kezdve egészen az 50-55 éves korig jelen vannak a tanulók mindegyik képzés esetében. Mi a motiváció? Mit lehet hallani erről? Változó. Valaki azért csinálja, hogy plusz tudáshoz jusson, és akkor majd nem kell szakembert hívni, hanem ő saját maga otthon képes lesz megcsinálni. Van olyan, aki munkahely változtatásban gondolkodik, de van olyan, aki bizonyos szakmában dolgozik évek óta, csak hiányzik a papír, és ezt szeretné pótolni. A képzés menetrendje az hogy történik? Tehát hogyan sikerül beilleszteni, hiszen itt felnőttekről van szó, akik dolgoznak, családapák, családanyák, tehát azért nem olyan egyszerű ezt összeegyeztetni. Ez nagyon nehéz összeegyeztetni, és minden elismerésem annak, aki munka és család mellett ezt csinálja, ugye tapasztalatból is tudom, hogy ez nem könnyű dolog. Délután vannak a képzések, 14:30 kezdéssel 3 délutánt vesz igénybe a képzés számokra, egy nap a szakmai oktatáson belül elméleti, a másik 2 pedig a gyakorlati képzés. Tudjuk, hogy dolgoznak, tudjuk, hogy család van, egyéb élethelyzetek, amit nyilván nekünk figyelembe kell venni. Hát jogszabályi keretek között azért igyekszünk rugalmasan kezelni a tanulóknak az egyes problémáit. A cél az, hogy ők végzettséget szerezzenek, nekik is ez a céljuk, meg nekünk is ez a célunk. Mikor végeznek, tehát mikor lesznek a vizsgák? A szeptemberben induló képzések vizsga időszaka az az idei május-júniusi, tehát ők júniusban már bizonyítványt fognak kapni a pékcukrászaink. A festőmázoló, tapétázó, illetve kereskedelmi értékesítők pedig, mivel keresztfél évesek, jövő januári-februári vizsga időszakban fognak majd vizsgát tenni. Tehát a tapasztalatok jók, és hogyha van lehetőség, akkor ezt folytatják, tehát további évfolyamok indulnak majd. Így van, szeptemberben hirdetjük majd a következő képzéseket. Ugye mindig jelentkezés függvényében dől el, hogy melyik az a szakma, amelyiket éppen elindítjuk, és majd akkor látjuk, hogy keresztfél éves indítás indokolt, vagy annyira magas létszámmal indulunk szeptemberben, hogy keresztfél évben nem lesz. Tehát ezt még előre így nem lehet pontosan tudni. Köszönöm. Köszönöm szépen.